Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig még mindig az e-cigi tesztek triója, a jó, a rossz és a csúf. Mindenki döntse el, hogy ki kicsoda. Boris. Matyi, street out a Tokaj. Metal. És reggel, képzeljétek el, kétszer csöngetett és nem a postás volt, hanem a teljes ember, és lerakta az ajtó mellé ezt a csodás kis dobozt, a Milkman-t. Hogy miért Milkman, azt mindjárt megismerjük, de nézzük meg először kívülről. Azt mondja nekem a doboz, hogy for your Milky Clouds, 3 mg-os, úgy néz ki, mint egy teljes doboz, de ráírják azért a fogyatékosak kedvéért, hogy contains no milk, azaz nem tartalmaz tejet. A hátulja pedig zseniális, ott van, mint a teljes dobozokon a feliratok, igen, hogy elveszett gyerek. Igen, és vedd fel a kapcsolatot, the next milkman, hashtag, gondolom, akit be kell hashtagelni a akár mondjuk az Instán, vagy a Twitteren, és ők majd akkor válogatnak a szebbnél szebb videókból. Akit keresnek, az a teljes doboz feelinget folytatva 18 évesnél idősebb, 5 lábnál nagyobb gőzt fúj, és hölgy vagy férfi, illetve mindig van nála legalább 4 feltöltött akkumulátor a dobozában. Akkor te... Nem engem keresnek. Nem téged keresnek. Kibontjuk a likvidet, és hogy néz ki belülről? Egy az egyben, mint egy kis teljes flaska. Ez annyira, annyira új, hogy ezt kisebb bontottam, és puskáznom kell most, hogy ez mit tartalmaz ez a likvid. Azt tudjuk, hogy 99% VG menőség. Kivágni. És a vapeclub.co.uk oldalán 15 angol fontba kerül. Azt ígérik, hogy meleg pirított gyümölcstortát fogunk érezni vanília fagylaltal, és mindezt jéghideg tejjel keverve, mint mikor reggel megcsináljuk a műzlinket. Na, hát ez most kiderül, vagy beborul. Ha ki tudom bontani. Ki tudom bontani. Egyébként úgy néz ki, mintha üveg lenne, de nem az, hanem egy... Ilyen kemény, olyan, mint a... Mert ez műanyag. Igen, úgy bizony. Energiaitalos üdítőknek van, tudod, ez a... Azt mondja, hogy ez 30 milliliteres, 3 millis az erőssége. Los Angeles. 99. California. Igen, és Kaliforniában palackozták. Én pedig most ezt... Jól megbontom. Oh, ez úgy lett volna jó, ha ilyen teljes opálos színe igen, van. Igen, úgy igen, lett volna igazi poén. És akkor rá suhintom a tekerésre. Köszönöm szépen. Ez itt $18. $18 van rajta, igen. Fresh, pure, delicious for your Milky Clouds. Oké. Okay. Ezt, ha Los Angelesbe esik az eső, nem csomagolják, ma az van ráírva, hogy sunny Los Angeles. Figyeljtek oda. Aztán akkor ember legyen a talpán a könyvelő, aki ezt szépen ezt a gyártást lekönyveli nekik. Ma nem gyártottunk, mert nem volt sunny Los Angeles. Érzem a diacetil. Igaz illata. Finom diacetiles illata van. Ha nem halljátok őket, azért van, mert hiába mondom nekik, hogy hangosan ordítsunk beszéljenek. Ordítsunk be, kiabálni kell. Oké. Okay. Zsepit dobja már ide, valaki legyen szíves. Ne. Mert ez nem TPD proof, ez a... Ez így csöpög össze-vissza. Down. 3, 2, 1, rock and roll. Hahaha.
És higgyétek el, van gőze, csak nagyon jár itt a levegő. Nagyon van gőze. Már szinte szívni is a vizet. A jéghideg teget nem érzem csak. Eper van. Meleg pirított. Most próbálok asszociálni, hogy milyen a meleg pirított gyümölcstorta. Oda jön. Én nem tudom, nálunk soha nem pirította meg nagymamám a gyümölcstortát. És nem hinném, hogy ezután is meg fog. De nem a napos Los Angelesből jött, Nagyi. Nem. Valószínűleg azt tudja, hogy ez hol van. Krémes, édes íz az ott van. Azt tudjuk. Mit vársz a végétől? Szerintem az 1% sem PG, hanem aroma. Aroma. A Mother Milk ugyanilyen. Na. Oké. Fújt ki. Na mondj, mondjad. Tűzoltok. Azt mondja, hogy én az epret azt éreztem benne. Egy ilyen, mint egy ilyen eperség, csak mondjuk kevesebb eperrel és több ilyen tejszínes diacetillel. Krémes, diacetiles, vaníliás ízzel. Hát én biztos, hogy jobban aromáznám még. Azt tuti. De hát ennyi végéhez nem tudom, mennyi aromát raktak ők. 100-ból az ízre adok egy 80-at. Hát gőzre megadok egy 100-at. Mert hát igazából baromi érdekes, hogy az előző az 80-as volt ugye, a Vape Monkey. Uh-huh. És az meg szívni is nehéz. Annyira. Na, hát én abból a gyümölcsből nagyon semmit nem éreztem, inkább a vaníliát, és nem tudom hova rakni a jéghideg tejet sem, még akkor sem, csak hogyha ez ilyen marketing maszlag. Ne a csajokat nézd, Matyi! Úgyhogy... Nem, ez a soundcheck-et figyeltem, hogy ez mi lehet. Check, check, check the microphone! Hogy ízre én nem is tudom, hogy hova rakjam. Az, hogy 99 végé, és ahhoz képest még íze is van, hát... Adok neki egy 54-et. A gőzre megadom én neki a 100-at, azzal semmi probléma nem volt az esetemben. És te, Matyi? Hát én kezdem a gőzzel, mert ebben szerintem inkább az az, ami lényeges, úgyhogy arra adok 99-et. Az ízre pedig én 10-et adok, de azt is csak azért, mert valaki időt ölt ebbe, hogy ezt egy nagy kondérba szépen összekevergesse. És de az összbenyomás egyébként? Nem túl jó számomra, mert most oké, hogy van neki sok gőze, de akkor inkább öntök végét a kazánba. De az meg olyan, mint a cukorszirup. Az meg olyan, de én próbáltam például azt, hogy tiszta végéhez locsoltam ezt az átlagos PG bázisú aromából 2-3%-ot, és jóval több és jóval finomabb ízt értem el vele, úgyhogy nem gondolom, hogy ennek itthon nagy piaca lenne ennek az egésznek. Azt mondják egyébként, hogy azért Milkman egyébként, mert hogy olyan sűrű a gőze, mint hogyha tejet látnál. Hát az biztos. Magad előtt. Azt meg lehet erősíteni. Ennél mondjuk sűrűbb az a gőz, hogyha én tisztán végét öntök a kazánomba és azt fújom. De egész más az íze. Ebben még íz is van. Úgyhogy nem akarnám megvenni csak azért, hogy ezzel cloud chase-eljek, de ti akár úgy is érezhetitek, hogy ezzel az igazi. Én tudod, miért venném meg? Ez rohadt ötletes ez a doboz, nagyon frankul a marketingjük, azért azt meg kell hagyni, meg maga az üveg is, vagy a flaska is szerintem
tök jól néz ki, én így a polcomra kipakolnám az ilyen exotikus szuvenírbe vett likvidjeim mellé, úgyhogy arra azt tudom mondani, hogy, hogy ha valaki azért tudja megvenni, az szerintem totál érthető. Mert ez a koncepció alapjába véve szerintem tök nyerő lehet. Szerintem sokkal nyerőbb az, hogyha feliratkoztok a csatornára, ami Boris hasán van, megnézitek az előző review-kat, videókat, ami Matyi lábai között van, és okosodtok tovább az elcigitesztek.hu oldalon. Vagy Charlie lábai között. Ott is lehet okosodni, csak nem Liquidből, és nem neked. Nagyon helyes. Hála Istennek, az. Úgyhogy ennyi lett volna az elcigitesztek bazári cigányzene editionje. Sörsátor a sarokból, úgyhogy mindjárt oda megyünk és levágjuk a biztosíték táblájukat, hogy sor vagyjon el az összes. Ennyi lettünk volna, fiúk, mára. Szevasztok! Szevasztok! Szevasztok!